A Facebookon különböző bejegyzések formájában találkozhattunk a Mátyás iskola nevével és a Mátyás iskola konyhájával. Lenyiger István polgármesterről kérdezzük, hogy mi az igazság és mi történik ez ügyben. Mivel mindent nem olvasok a Facebookon, tehát nem tudom, hogy mik jelentek meg, egy-két hír jutott el hozzám, erre szeretnék reagálni. A Mátyás király iskolának a konyhájának van valóban egy beázása. Ezt a beázást, ezt természetesen annak idején észleltük. A Pomasz Kft. Kapott egy megbízást ennek a kijavítására, feltárására. Az egészet úgy kell elképzelni, hogy a Mátyás király iskolának a konyha, illetve az ebédlője egy lapostetős épület, és korábban mindig küzdöttek a beázásokkal, és ezt valamikor olyan 2018-19 környékén sikerült jól megcsinálni. Egy darabig nem jelentkezett a beázás, maga az épület az úgy van kialakítva, hogy lapostető, a lapostető össze van lejtetve középre, középen pedig egy vascső, ami nem látszik az ebédlőből, be van falazva, az vezeti le az épület tetején összegyűlt csapadékvizet, és vezeti ki az aljzatba, az utcára. Amikor észlelték, hogy beázás van az iskolába, akkor megbíztuk a Pomasz Kft-t ennek a felderítésére, bontási munkálatokat végeztek, kibontották ezt a fémcsövet, megállapították, hogy nem a fémcsőnél van a beázás, hanem a szigetelés nem jó, és ez miatt van beázás, ezért a feltárásért mi fizettünk valami 100 000 forintot a Kft-nek, feltárás helyreállításért, és a Kft. Egy újabb ajánlatot adott durván 700 000 forint nettó értékben a szigetelés megjavítására. Ezt már nem rendeltük meg a Kft-nél, többek között azért nem, mert még garancia volt a szigetelés javítására, kihívtuk a szigetelést végző céget. Ők elmondták, hogy kizár dolognak tartják, hogy a szigetelésnél történjen a beázás, de hát nagyon egyszerűen meg lehet nézni. Ezt az összefolyót ledugózták, és mondták, hogy várjuk meg a következő esőt. A következő esőnél, hogyha jelentkezik a beázás, akkor értelemszerűen a szigetelés rossz, hogyha nem jelentkezik a beázás, akkor nem a szigetelés rossz. Ezt megtettük, ledugóztuk, megvártuk a következő esőt, valóban a tetőn állt a víz, viszont bent az iskolában nem jelentkezett a beázás. Majd amikor a dugó kihúzásra került, akkor a víz elkezdett lefele folyni, hirtelen, tehát egy darabig folyt lefele, aztán hirtelen megállt az elfolyás, tehát látszott, hogy valami dugulás van a csőbe, és ezután megint jelentkezett a vizesedés, így van. Tehát egyértelmű volt, hogy az a cső, továbbra is az a cső van meghibásodva, amit a kezdetektől is gyanítottunk. Ezután kellett keresnünk egy céget, aki meg tudta kamerázni ezt az egészet. Ki is jött a cég, megkamerázták, megállapították, hogy körülbelül egy olyan 2,5 méter magasságig ez a cső föl van töltve kavicssal, ezért nem folyik le a víz, tehát valószínű, hogy régebben talán hiányzott ez a szűrő, ami a tetőn el van helyezve, nem tudom mi okból, de föltöltődött kavicssal, megáll benne a víz, és ez a megállt víz azt a fémcsövet, gondolom, hogy ez miatt elrohadt és kiukadt, és ezért jelentkezett a beázás. Na most ez egy nagyobb bontási munkálatokkal járó feladat. Ezt a konyha üzemeltetése közben nem tudjuk elvégezni, és csak úgy lehet, amikor éppen nincs közétkeztetés. Igazgatóval én megbeszéltem valamikor még a múlt évben, hogy ha majd a nyári szünetben, hogyha leáll az iskola, akkor fogjuk megcsinálni, itt szét kell bontani a falat, ki kell venni ezt a csövet, kitisztítani a dugulást, valószínű, hogy az aljzatbeton
is föl kell bontani, föl kell törni, tehát egy nagyobb beavatkozást igényel, így van. Ezt valamikor meg is fogjuk csinálni a nyári szünetben. Most, hogy fölröpentek a Facebookon mindenféle hírek, hogy penészedik az iskola, iskolának a fala, hát van egy üzemeltetője ennek a konyhának, akit úgy hívnak, hogy Pomász Kft. Ezt a penészesedést, ezt el kellett volna, hogy hárítsa, mivel nem hárította el, ezért az önkormányzat ebben már lépett, és a mai nap folyamán szerintem egy-két óra múlva megjelenik a festő, tehát lefolytattuk ezt a beszerzési eljárást, megérkezik a festő, és le fogja festeni ezt a falat, aztán majd nyáron szétszedjük megint, és el fogjuk hárítani ezt a meghibásodást. Tehát ennyi az igazság ezzel a Mátyás Király iskola konyhájával kapcsolatban. Nagyon nem tartom szerencsésnek, hogy a Pomász Kft. Alkalmazottjai Facebookon üzengetnek az önkormányzatnak. Hát saját cégünkről van szó, tehát most kénytelenek leszünk rendet tenni a Pomász Kft.-vel, hogyha ez máshogy nem működik.